Nagy hangsúlyt fektet Csíkszereda önkormányzata a szakoktatás, illetve duális képzés fellendítésére. Egy korábban létrehozott konzorcium nevében pályázott az önkormányzat a kampusz és duális képzés fejlesztésre. Több mint 120 millió lejes projekt finanszírozási szerződését írta alá Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az Oktatási Minisztériumban. Erről Facebook bejelentkezésben számolt be a városvezető. A kampusz és duális képzés fejlesztésre egy korábban létrehozott konzorcium nevében pályázott az önkormányzat, amelynek számos székelyföldi település is a része. Helyi szinten az országos helyreállítási alappályázatából jelentősen megújul a Taplócai iskola központ infrastruktúrája és 4 csíkszeredai szakiskola oktatásának színvonala. Ezzel a fejlesztéssel a duális képzés, vagyis a nagyon praktikus szaktudást elsajátító szakiskolai, szakközépiskolai képzést erősítjük meg. Fogunk építeni műhelyeket, fogunk építeni osztálytermeket, szaklaborokat, közösségi épületet a Csíktaplocai iskola központnak. Építünk bentlakást azoknak, akik Maros megyéből, Kovászna megyéből, csíki településekről, Gyergyószékről, Darajszékről szeretnének itt tanulni. Építünk tornatermet, mert a diákok megérdemlik. A több mint 120 millió lejű költségvetésű kampusz és duális képzés fejlesztési pályázat önrésze 19 millió 650 ezer lej. Hargita megye tanácsa 5 millió 860 ezer lejjel támogatja a megvalósítást. A projekt kivitelezési határideje 2026 vége.